Mozgalmasan indultak a programok az idei egészségnapon a Nyíregyházi Kontinentál Arénában. A Nyírség Hospice Alapítvány harmadik alkalommal szervezett nagyszabású rendezvényt ezen a helyszínen az Egészségvilágnapja alkalmából. A vállalkozó szellemű résztvevők változatos mozgásformákat próbálhattak ki a küzdőtéren, az ingyenes szűrésekre pedig idén is rengetegen érkeztek. Az egyszerűen és gyorsan elvégezhető vizsgálatok között speciálisabb szűréseket is végeztek. Nagyon jó dolog, hogy ezt rendezvényt csinálják, így az embernek nem kell menni az STK-ba vagy kórházba. Itt, és nekem ez közel is van nagyon, mert itt lakunk, úgyhogy nem messze. A tapasztalat az, hogy a népszerű ingyenes szűréseknek köszönhetően sokan egyre tudatosabban figyelnek egészségükre. Én folyamatosan odafigyelek. 156 centi vagyok, az 56 kilót nem lépem túl. Úgyhogy ez mindenképpen jót jelent. A standoknál toborzást is szerveztek az egészségügyi szakma iránt érdeklődő fiataloknak. Érdekessége mai napnak, hogy a Megyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete által is közös megszervezés kapcsán került a pályaorientációs program is kivitelezésre. Ez ugye azt jelenti, és látható, hogy több standon szakképzőiskolák, a kórház, a mentőszolgálat is részt vesz, és ezzel próbáljuk egy kicsit a jövő egészségügyi utánpótlását toborozni, és egészségügyi szemléltető eszközökkel bemutatót tartani számára. Táplálkozási tanácsadással is segítették az érdeklődőket. A dietetikusok szerint jó, ha tisztában vagyunk testsúlyunkkal, és egy általános vérvizsgálat is sokat segíthet egészségügyi állapotunk feltérképezésében. Nagyon fontos egyébként, hogyha megkapjuk a labor értékeinket, akkor abból látjuk, hogy mennyi a koleszterin szintünk. A koleszterin szint az tulajdonképpen szintén egy magas koleszterin szint, egy rizikófaktornak tekinthető. Aztán látjuk a triglicerid szintet, ami tulajdonképpen a vérzsír szint. Itt nem csak arra kell figyelni, hogy ne együnk zsíros dolgokat, hanem szénhidrátot is kevesebbet fogyasszunk. Aztán ott van még a vércukor szintünk, ami szintén egy kiinduló pont, hogyha valakinek 6,1 fölött van a vércukor szintje, akkor nagyon kell figyelni arra, hogy a lassan felszívódó szénhidrátokat fogyassza, tehát azokat, aminek alacsony a glikémiás indexe. Tehát ez nagyon fontos. Ott aztán még a purin érték is nagyon fontos, mert hogy a magas purin szint, az pedig a köszvénynek a rizikója. Az Egészségügyi Világszervezet 1949-ben nyilvánította az egészség nemzetközi világnapjává április 7-ét. A 2023-as világnap mottója: egészséget mindenkinek.